Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a Tech2 YouTube csatornáján, az én nevem Zsolt. Nem sokkal ezelőtt fölhívtak minket a DJI-tól, hogy ott kell lennünk egy eseményen, egy olyan eseményen, amelyen nem tudtuk, hogy mi fog bemutatkozni, azt lehetett sejteni, hogy ez egy világpremier lesz, és valakinek az életét meg fogja változtatni az ott bemutatott eszköz. Hát most már tudjuk, hogy ez lett a DJI Osmo Pocket névre hallgató, kézbeillő, nagyon kis cuki, talán a világ legkisebb gimbalja, amely bizony megváltoztathatja a vloggerek életét. Az Osmo Pocket egy nagyon apró, mindössze 116 grammos, tehát kézben szinte észrevehetetlen tömegű és nagyon jól egykézzel megfogható gimbal, tényleg nagyon aprócska, a bankkártyánál alig magasabb, de nyilván egy kicsit tömbösebb, és van fölül egy gimbal, ami három tengelyes stabilizálással rendelkezik, alapvetően háromféle stabilizálásról beszélünk, nyilván van a gimbal rész, az optikai stabilizálás és az elektronikai képstabilizálás is, ennek köszönhetően pedig olyan látványos felvételek készíthetők ezzel a készülékkel, amelyet eddig talán nem is láthattunk. A külsőnél maradva tudni kell azt, hogy felül van az a kis kamera, ami 12 megapixeles egység, és ehhez tartozik még aprócska hűtés is, tehát ventilátor, a marokra fogható rész pedig egy ilyen nyújtott téglalap, amin van egy USB Type-C csatlakozó, ezen keresztül lehet tölteni is a terméket. Van egy aprócska kijelzőnk, amin láthatjuk, hogy éppen mi történik, illetve két gombunk, egy felvételelindító, valamint egy ki- és bekapcsoló, illetve módválasztó, ez az utóbbi kettő egy gombhoz tartozik. Van még egy ilyen kis rész, egy ilyen kis fedél, amit le lehet venni, és onda lehet kapcsolni két olyan kiegészítőt, ami a dobozban megtalálható, USB Type-C, valamint Lightning csatlakozóval rendelkező telefonokkal, ugyanis kompatibilis a készülék. Ez azt jelenti, hogy iPhone, illetve csúcsabb vagy középkategóriás Android a készülékeket is nyugodtan hozzá tudunk kapcsolni az Osmo Pockethoz. Innentől kezdve pedig a kis kijelzőt azonnal nagyobbra terjeszthetjük ki, és az eddigi funkciókat, amit megkaptunk az Osmo Pocketban, még tovább bővíthetjük. Leginkább tényleg abban menő az, hogyha egy telefont hozzákapcsolunk ehhez az eszközhöz, mi sokkal nagyobb képernyőn látjuk a kamera képét, valamint van egy ilyen kis virtuális joystickunk, amin keresztül egyébként lehet mozgatni a fejét a kamerának, ugyanis a kis kijelzőn csak fölfele-lefelé lehet tiltelni az egészet. A másik pedig, hogy kapunk egy professzionális üzemmódot, ahol záridőt, érzékenységet, fehér egyensúlyt, tehát a szokásos kamerás beállításokat tudjuk babrálni. Ez azért elég korrekt, persze nem mindig ez a legkényelmesebb, sokkal jobb marokra fogni. Az aprócska képernyőn is lehet mahinálni a beállításokkal, ha például alulról felhúzzuk az ujjunkat, akkor ott lesznek a különféle funkciók, lehet gyors felvételt készíteni gyors mozgáshoz, lassú mozgáshoz, de egyébként még be is állíthatjuk, hogy egy irányban nézzen állandóan a gimbal, vagy kövesse a mi mozgásainkat. Hogyha legyintünk a képernyőn jobbról balra, akkor már is láthatjuk, hogy milyen módok tárulnak elénk, például videózni lehet, fotózni lehet, hyperlapse-et, timelapse-et lehet csinálni, illetve ott van még a motion lapse is. Sajnos viszont a fókuszálás még nem tökéletes, ezen még valószínűleg reszelgetni fognak a szoftverben. Igazából kézzel kell beállítani a kamerát, hogy merre nézzen a startnál, és merre nézzel a finishnél. Ennek köszönhetően végigveszi a timelapse-nek megfelelően, tehát készíti 3 másodpercenként a fotókat, és ezt összefűzi egy ilyen kis mini videóvá. A timelapse pedig ennek a mozgás nélküli verziója. A fotózás 12 megapixeles, 4000x3000 megapixel, ez egy dolog, de talán az egész gimbalnak a lényege ugye a videózás. Maximum 4K 60fps-ben lehet a filmeket rögzíteni, és az a pláne, hogy ezt tudja a gimbal, megfelelő microSD-t kell beletenni, ugyanis ilyen kártyafoglalat van a készülékben. Laci már elmondta, hogy mit kell figyelni ahhoz, hogy ehhez mérten megfelelő kompatibilis kártyát vásároljunk. Ezután jön az egyébként, hogy szerintem nem a beszéd a lényeg, hanem a felvételek. Elkezdem mutogatni a különféle körülmények között lőtt kisfilmeket, lesz először egy nappali, sőt már közben látható is. Hát ilyenkor a dinamika tartomány az közepesen jó. Szerencsére kisütött a nap, tehát a kamerának egész jó időjárási viszonyok között kellett helytállnia, és nem is volt nagy probléma. Ha viszont egy éjszakai felvételt kezdtem el, akkor viszont a fókuszálás bezavart, és néha egyszerűen csak eldobta a fókuszt. Ugye van single és continuous, tehát folyamatos, illetve állandó autofókusz, és nem mindig sikerült neki eltalálni, hogy mi történt így a felvételek közben is, de főleg akkor jön ki a probléma, hogyha váltunk a selfie mód között, ilyen is van, akkor azért esetleg problémával ütközhet az Osmo Pocket.
Egyébként viszont tök jól helytáll, és ami a pláne, hogyha futunk, ha megyünk, ha sétálunk, ha lefekszünk, ha felkelünk, akkor is mindig stabil a gimbal, mindig ránk néz, vagy mindig abba az irányba, amit még megmutattunk, de hát van még rajta egy fontos dolog, pontosabban kettő, méghozzá két mikrofon. A 3,5 mm-es jack hiánya miatt ugyanis sokan úgy gondolhatják, hogy megint legyíthetünk, nem tudunk normális hangminőséget garantálni egy ilyen eszköz megvásárlásakor. Egyrésztről lesz vagy van hozzá olyan átalakító, amit meg lehet vásárolni, másrésztről pedig a két mikrofon abszolút helytáll bármilyen forgalmas helyzetben. Jöjjön akkor egy újabb teszt, ez már itt az Árkádnál, az Örsvezér térnél. Itt sem lehet azt mondani, hogy ne tévedne erre túl sűrűn autó, tehát a háttérben folyamatosan zajlik a forgalom, mégis a mikrofon remélhetőleg képes ezt a problémát áthidalni. Most nézzük meg, milyen, ha futok, mert az is egy érdekes dolog, tehát most éppen itt nem futom a maraton, de valamennyire háttér zajjal is megpróbálom, hogy mégis mennyire stabilizál a kamera. És most akkor ugyanezt full HD-ban, mert azt írta a kamera, hogy 4K-ban nem elérhető az arckövetés. Egy újabb teszt ezúttal a Róbert Károly körúton itt Budapesten, ami köztudottan forgalmas nem csak reggel és délután, hanem éjszaka is. Rengeteg autó megfordul erre, így nem csak a képminőséget lehet megtekinteni így éjszakai fényviszonyok között, hanem a hangminőséget is. Látható volt, tehát éjszaka és nappal sincsen gond, ezzel nyugodtan beszélhetünk, hogyha megfelelő hangerővel dumálunk, akkor tök jól hallható, és a zajszűrő mikrofon, illetve a hangfelvevő mikrofon nagyon jól működik egyszerre. A 875 mAh-s akkumulátorral ellátott DJI Osmo Pocket tök jól helytáll a mindennapokban. Nagyjából 100-120-140 percnyi videót lehet rögzíteni, attól függ, hogy milyen felbontásban és milyen képkocka per másodperc sebességgel történik mindez, és hát olyan 73 percet ír egyébként 0-ról 100-ra töltésre a DJI-nak a hivatalos weboldala, tehát így bő egy óra alatt azért fel lehet pumpálni. Ugye a nagy ellenfele a DJI Osmo Pocketnak a GoPro Hero, annak is talán inkább a 7-es változata, hiszen abban a stabilizálás, ha bár nem optikai, de elképesztően fantasztikusan jó. De külön választanám a két termék, a DJI Osmo Pocket egy vloggereknek szánt, vagy egyébként tök jó motion lapse felvételeket készítő emberkéknek ajánlott, akik bedobják ezt abban a kis tasakba, abban a kis tokba, ami egyébként jár hozzá, tök jól hordozható, kiveszi, és szép felvételeket lehet készíteni, nem utolsó sorban stabil filmeket. A GoPro pedig inkább az extrém sportokat űzőknek ajánlott, hiszen vízálló, és hát jobban lehet dobálni, talán stabilabb, nincsen ilyen motorikus dolog benne, de hát nyilván azért a DJI az Osmo Pockethoz is készít majd vízálló tokot, sőt majd rendelni is lehet, már a weboldalon meg lehet tekinteni, hogy hogy fog ez kinézni. Tehát így vagy úgy a két termék valamennyire ellenfél, de én inkább azt mondom, hogy ha valaki nagyon videózásra vágyik, akkor mind a kettőt meg kell, hogy vegye, ha pedig csak ilyen extrém sportos felvételeket akar, akkor a GoPro Hero 7 lesz a jobb választás, de vlogolni inkább az Osmo Pocket való, mert a GoPro-t azért így kitartani valószínűleg senki nem fogja. Hát a GoPro Hero 6 köztudottan ilyen 130-140 ezer forintba kerül, ennek ellenfeleként a DJI az Osmo Pocketot 116.900 forintra árazta be, előrendelni már elő lehet, hogyha valaki szeretné, és december végén fogja készhez kapni, tehát ilyen utó karácsonyi ajándék lesz körülbelül a DJI Osmo Pocket. Ezt az árat pedig én szerintem akkor éri meg, ha tényleg valaki szeret kamerába beszélni, és elmesélni, hogy mi történt, esetleg tényleg stabil felvételeket készíteni egy utazás alkalmával. Nem olyan őrületesen nagy összeg ez ahhoz, hogy ne lehessen beleinvestálni, és ne lehessen azt mondani, hogy a későbbiekben ezt majd használni fogja az ember. Hát így vagy úgy, az Osmo Pocket egy nagyon kis aranyos eszköz, ami jól vizsgázik, bár még az autofókuszon lehet mit reszelgetni legalább szoftveresen, de nagyon jó, hogy a DJI ilyen fele is nyit, és kihasználja a gimbalos tudását. Én köszönöm szépen a figyelmet, ha tetszett a videó, ne felejtsetek el nyomni egy lájkot, feliratkozni a csatornánkra. Sziasztok!